egyszerű mellékhatási nélkül kialakulhat az a úgynevezett Potter-szindróma. Magas vérnyomással, szaknyelven, hipertóniával küzdő kismama gyógyszeres kezeléséről tartott előadás Várbíró Szabolcs egyetemi docens. A budapesti második számú szülészeti és nőgyógyászati klinika orvosa azt mondja, a terhesnők 3-8%-a szenved magas vérnyomásban, vagyis ez körükben gyakori betegség, és gyorsan is tud romlani. Akár életveszélyes betegség is kialakulhat belőle. 150/95 fölött szoktunk adni gyógyszeres kezelést. A alacsonyabb magas vérnyomás esetén elég lehet az életmódi kezelés, de hogyha hozzáadott rizikófaktorok vannak, vesebetegség például, vagy immunbetegségek, egyéb betegségek, akkor azért alacsonyabb vérnyomás értékeket, tehát a 140-150 közötti vérnyomást is kezeljük. Lehet olyan krónikus betegsége valakinek, ami önmagában magas vérnyomást okoz. Ez általában a 20. hét előtt jelentkező vérnyomásoknál, magas vérnyomásnál tudjuk azt, hogy az egy eredetileg is emelkedett vérnyomás volt. A 20. hét után viszont a méhlepényre adott kóros vérnyomás reakció, tulajdonképpen tekintetjük úgy is, hogy az apai antigénekre való kóros reakció, és az egyébként későbbi évekre jelentkező magas vérnyomás és szívérrendszeri kockázat összeadódásából jelentkezik a 20. hét után egy terhességi magas vérnyomás, vagy preeklampszia, ami a terhességi magas vérnyomásnak egy szövődményes változata. A terhességi magas vérnyomás legsúlyosabb formája az úgynevezett eklampszia, ami egy ilyen görcsrohammal járó hipertóniás krízis, magas vérnyomásos krízis. Hát általában egy szoros ellenőrzéssel a terhességi magas vérnyomás elcsíphető és kontrollálható, illetve befejezhető a terhesség akár szülés, akár császármetszés révén, mielőtt ez a forma kialakulna. Ha nem kezeljük, akkor anyai és magzati halálhoz is vezethet, tehát okozhat méhen belüli elhalást, lepényleválást, vérzéses szövődményeket, akár a súlyos magas vérnyomás az anyáknál is ugyanúgy, mint terhességtől függetlenül is okozhat akár agyvérzést, tehát komoly betegségek jelentkezhetnek, és ezeknek az időfaktora viszont szokatlanul rövid. Vagyis még egy átlag embernél a magas vérnyomás több mint 10 év alatt okoz agyvérzést, addig egy kismamánál néhány hét alatt alakulhat ki ez a krízis állapot. De nem csak a kismamák magas vérnyomásának kezelésével foglalkoztak a szexádi konferencián. A harmadik alkalommal megrendezett rendezvény alcíme Célértékek, célszervek volt. A magas vérnyomás ugyanis sorra megtámadja az ember szerveit, különböző betegségeket okozva. Az ország különböző pontjairól érkező neves szakemberek előadásai éppen ezen tematika mentén haladtak végig, mondta a rendezvényt életre hívó Korai Egészségvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Balassa János Kórház kardiológusa Benczúr Béla. Következő szekcióban a hipertónia és a szívbetegségek kapcsolatáról fogunk hallani. Utána az agyi keringés, tehát nagyon-nagyon érzékeny a agyi struktúrák, az agyi érhálózata a magas vérnyomásra, a vérnyomás ingadozásokra, úgyhogy mind a szélütésben, mind a szellemi képességek hanyatlásában, a kognitív képességekben is sajnos ugye hosszú távon nagyon korai eltéréseket, hanyatlást tud előidézni a magas vérnyomás, de perifériás érbetegség, vese, tehát nagyon-nagyon sok olyan szervrendszer van, amely egy jól kontrollált vérnyomással egészséges tudna maradni, viszont főleg amiatt, hogy ez a némagyilkos nem ad magáról sokáig hírt, nagyon hamar kialakulnak a szövődmények, és a beteg a szövődményei miatt kerül orvoshoz, és akkor már egy picit ilyen tűzoltó feladatot kell végeznünk, semmi nem a megelőzésen van akkor már, hanem a erőteljes kezelésen van akkor már a hangsúly. A fiatal rezidensek képzését is szolgálja a kétnapos rendezvény, tette hozzá Benczúr Béla. Helyben élők bizonyára érzékelik és tudják, hogy egy kicsit most itt a vesebetegek ellátása meggyöngült, hiszen vesztettünk el kollégákat, kimentek körzetbe, más feladatuk lett. Tehát az általam vezetett közös osztály, kardiológia és nefrológia egy kicsit most meggyengült, de azon vagyunk, hogy utánpótlást neveljünk, találjunk, és örvendetes módon vannak fiatal orvosok. Például a délutáni szekcióban fiatal rezidensek fognak előadni, nem feltétlenül a mi osztályunkhoz tartozóak, de nálunk is vannak már újak. Tehát az ő képzésük, ez a kétnapos rendezvény azt gondolom maximálisan szolgálja. Évente 10 millió ember hal meg magas vérnyomás miatt világszerte. Több mint felük nem tudott arról, hogy hipertóniája van.